Teltház előtt fogadta az alaposan átalakult kisvárdai csapat az élvonal újoncát az NB1 nyitó fordulójában. 10 perc után 5-2-re vezetett a házigazda, 20 perc elteltével pedig 8-3 állt az eredményjelzőn. A csapatok védekezésére nem lehetett panasz, támadásban azonban mindkét oldalon akadtak hibák, így végül 9-6-os várdai vezetésnél mentek pihenőre a csapatok. A második félidő elején egy góra felzárkózott a Mosonmagyaróvár, mielőtt azonban a hazai szurkolók aggódni kezdhettek volna, ellépett ellenfelétől Vlatko Gyonovics együttese. Az óváriak küzdöttek becsülettel, de a hazai győzelem egy pillanatig sem forgott veszélyben, csak a különbsége volt kérdéses. Végül egy gólszegény meccsen 3 gólos kisvárdai siker született. Nagyon fontos, hogy győzelemmel zártuk az első mérkőzést. A védekezésünkkel elégedett vagyok, a támadó játékunkkal viszont nem. Igyekeztünk gólra törően játszani, sok zicserünk volt, de mindkét oldalon jól védtek a kapusok. A vendégek edzője a vereség ellenére is elégedett volt játékosai teljesítményével. Gratulálok az ellenfélnek és a saját csapatomnak. Én azt gondolom, hogy első feljutó csapatként ez az idegenbeli mérkőzés teljesen rendben volt, bár én ebben a mérkőzésben többet éreztem. Úgy gondolom, hogy a fordulópontoknál belehibáztunk, zicsereket hagytunk ki, konkrétan 9 zicsert, és ezen a szinten ezt már megbüntetik. Ami tavaly elég volt, az itt már kevés, de még egyszer mondom, abszolút büszke vagyok a csapatra, úgy gondolom, hogy végigdolgoztuk, végigrobotoltuk a mérkőzést, ez a 16 dobott gól az NB1-ben kevés. A hazaiak kapusa Pásztor Bettina védéseivel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kisvárda mindössze 16 gólt kapott. Nagyon örülök ennek a győzelemnek. Én azt gondolom, hogy ez a csapatunknak mindenképpen egy nagy lökést fog tudni adni. Lényegében átalakult itt is teljesen a csapat, én is új vagyok még, és valóban én is azt éreztem a csapaton, hogy nagy nyomás volt rajtunk, mert ugye első mérkőzés is, mindenki nagyon akarta, hogy sikeresek legyünk és tudjunk nyerni. Igazából ma nagyon jól játszott a Mosonmagyaróvár, és nekik is gratulálok, mert tényleg hogy nem volt egyszerű győzelmet aratnunk, de nagyon örülök neki, hogy a végeredmény igazából, hogy a végén sikerült nyernünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó védekezés volt előttem, és tényleg ez segítette az én munkámat is. És a jövőben erre lehet még majd építeni, erre a védekezésre. A forduló további eredményei a következők: Eger Érd 28-33, MTK Budapest Ferencváros 25-35, Győr Albafehérvár 38-26, Békés Cseba Budaörs 31-29, Siófok Debrecen 35-18 és Vác Dunaújváros 29-24. A kisvárda következő fordulóban az Albafehérvár otthonában lép pályára.